Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit, rég nem látott vendéggel és baráttal beszélgetünk mai műsorunkban, Vladan Matics, Matke, szia! Nagyon rég nem hallottunk és nem láttunk konkrétan azóta, amióta sabacon vállaltál. Sabac, ugye így kell mondani? Igen, metaloplasztika sabac, igen. Metaloplasztika sabac, szóval amióta ott vállaltál munkát, azóta eltűntél a látókörünkből. Hogy vagy? Köszönöm szépen, most túlestem egy tüdőgyulladásom, volt most a embolia is mellette is, úgyhogy ez már harmadik hét, de már köszönöm szépen, jó vagyok, hála Isten. De meg mindig olyan óvatosan kell mozognom, meg csak séta, semmi más, nincs sportolás, nincs tenisz, úgyhogy csak séta. Nem is voltam, két meccset nem is vezettem. Most értem vissza pár nap ezelőtt, de jó vagyok, köszönöm. Ez az embolia, ez hogy jött? Vagy ez mennyi, mert az annyira szörnyen hangzik, hogy ezért... Hát szerintem ez a második alkalom, amikor covidos lettem most december közepén. Ez olyan volt, mint a megfázás. Tudom, hogy covidos vagyok, pár nap lefeküdtem, gyógyszerek ilyen, de szerintem utána is kell nagyon sokat pihenni, kezelni magadat, ellenőrizni a vér eredményeket, nem csináltam semmit. Azonnal kezdtem teniszezni, sportolni, edzések, munka, és akkor valószínű ez maradt bennem. Mm. És hát most a szerencse is volt, hogy a tüdőgyulladásom volt, és akkor kiderült, hogy embolia is van. Úgyhogy most ezt kezelem, és remélem, hogy minden rendben lesz. Akkor ezek szerint lehet, hogy öregszel egy kicsit? Tessék? Ezek szerint lehet, hogy öregszel egy kicsit? Hát olyan, mint te. olyan, mint te. Nem, ez a, csak ez a, látod, ez a COVID, ez senkit nem veszi komolyan, legalább én nem vettem komolyabb, és ez lett belőle, de Isten vigyáz rám, és akkor kaptam egy betegséget, és akkor mellette kiderül, hogy embolia is volt bennem. És a csípőt hogy van egyébként? Mert köszönöm szépen, jobb csípő. Aval szenvedtél régen. Jobb csípő, nagyon jó, megműtöttem, de most van egy időpontom, a június 15 tatán másik csípőt is fogok megműtődni. És akkor rendben leszek. És akkor már aztán tényleg nyugodtan lehet teniszezni, mint... Igen. Csak meg kell tanulni meg. Hát még van egy pár évtizeded arra. Igen. Na mesélj egy kicsit a kinti munkádról, meg életedről. Azt látom, hogy a második helyen álltok a bajnokságban, hogy a Vojvodina 10 ponttal vezet, igaz, hogy két meccsel többet játszott. Érdekes ez a Vojvodina. Sajnos, hogy nincsen több ilyen klub most a Szerbiában. Vojvodina nagyon fölment, nagyon, ez lett ilyen egy jó Európa Kupa csoportod. Szezon elején, augusztus elején játszottunk egy szuperkupát, a Metaloplasztika meg a Vojvodina, és megvertünk őket, és azonnal megvettek öt játékosot, de jó játékosok. Tőletek? Nem, tőlünk csak egyet most a fél szezonban elvittek egy bolátlövő, ez a tunéziai bolátlövő, aki volt a gól királyom, elvittek oda, de ott a klub szervezet, meg a pénz, meg a játékosok állam, ez már nem szerb szintű csapat. De le a kalap előttünk, de most többiek ott a Dinamo Pancsóval, ahol a Stefan Sunajko játszik, meg a kis jobbszélső Dornyai, hogy hívják, aki Veszprémben volt a jobbszélső. Dornyai, ő is ott van. Ők is nagyon jól néznek ki, jó csapat. Partizan Belgrad, ez egy nagyon jó, tehetséges fiatal csapat. Mi ott vagyunk, ez egy csapat, ott leszünk a rájátszásban. És hogy van egyébként, hogy a... Első, negyedik, második, harmadik. Aha. És akkor két győztes meccsig. És hány csapat van az első ligában, Szerbiában? 14. Uh-huh. 14, úgyhogy
jövőre lesz 12. És akkor most 4 csapat fog kiesni, és ott is nagy harc megy, hogy ki marad, ki fog kiesni, és akkor érdekes, nagyon érdekes. És a színvonalat, hogy általában a bajnokság színvonalát, ha mondjuk összehasonlítjuk a magyarra, ha levesszük a Veszprémet, meg a Szegedet, hát ott a Vojvodina szerintem hát tud játszani, ez a Tatabánya ellen tud játszani, mert jó meccseket. Sima. Szerintem mi is, Dinamo, Partizan, ott a harmadiktól hatodik, hetedik helyig ott vannak. Több ilyen kicsit ott nem olyan. Hát láthatok most a Veszprém elkötte a fiatal csapat, gondoltak, hogy de Partizan is nagyon fiatal csapat, nagyon. Nagyon ügyesek. Van pár olyan pár tehetséges játékosok, hogy szerintem ott a öröm edző lenni szerintem most a Partizánban ott. Nagyon jó állomány van, játékos állomány. És most más kérdés, meddig fognak maradni együtt? Szerintem most nyáron fog szétszedni őket. Mindenki. És Sabácon öröm edző lenni? Hogy érzed magad? Neked ugye ez a szülővárosod, tehát igen, érzelmi szálak is kötnek oda. Itt vagyok, pont a édesapám, ott mellettem lakik, ott egy udvaron vagyunk, vele vagyok kicsit, itt a tesom, öcsém, öcsei családot, itt 500 méter tőlünk. Sabac érdekes város, nagyon érdekes. Attila is tudja, hogy ez a nagy kézilabda múltja van ez a városnak. És itt mindenki érti a kézilabdahoz. És úgy próbálok, hogy munka, meg a teniszpályák. Minden kevesebb megyek ott a városba, hol kávézok. Mert ott olyan sabaciek nagyon, nagyon ravaszok, bonyolultak, okosok. Pedig ilyen kicsit le vannak maradva, ilyen régi kézilabda, olyan, mint a én meg Attila, olyan stíluson. Ők gondolják, hogy a kézilabda olyan irány kell menni, hogy minden durva, minden több, 2 perc legyen, és minden kevesebb gól kapni. De úgy gondolom, hogy mai kézilabda nem ez az irányban megy, de ők ilyenek. Na és hogy érzed magad? Mennyire elégít ki szakmailag ez a munka, mert hogy a család együtt van, az biztos, hát úgy érzem magam, hogy dolgozok. Dolgozok, hogy ne legyen szünet. Hogy ne legyen nagy szünet, hogy nem szeretném kiesni a kerekvágásba. És akkor dolgozom, de ez ilyen kicsit. Tudjátok, ti követem titeket, és akkor szoktatok mondani, jobb lenne, ha magyar játékosok mennek a külföldi csapathoz, és menjenek a nyugat fele. Én inkább megmondom, gyertek ide egy év csak. Csak egy év. Hogy nézzétek ez a játékosok, miből élnek, hogy élnek, mennyi pénzt kapnak, és milyen körülmények között. És akkor jobban fognak tisztelni, ami Magyarországon van. Na de akkor mesélj egy picit. Hát milyen, oda mész a csárnokba, és akkor nagyobb az eső esik, nem biztos, hogy tudsz edzeni, mert csapod a víz a csárnokba, vagy a hideg van a csárnokba, vagy ez a hány labda van edzésen, szegénység. Sabac igyekszik, nem rosszak, maximum nyújtanak, nem csúszik a fizetés, mert amennyi pénz van, ennyi van. És akkor ennyi kapnak, de minden hónap kapnak. Ez nem sok pénz, ez semmi. Hagyjuk az összegeket, mondj arányokat. Egy átlagos magyar NB1-es fizetésnek hány százalékát kapja mondjuk egy átlagos sabaci játékos? Ott a fogja, mi az átlagos magyar? Én hát te tudod mennyi? Hát nem tudom, a magyar. Nem tudod? Magyar. Hát itt dolgoztál sokat. Ha kiveszünk Szegednek meg a Veszprémet, vagy nem? Vegyük ki, jó, mondjuk vegyük ki. Hát vegyük ki. Hát szerintem Vojvodina... Vojvodina fele, mint Tatabányát. És nem mondom, hogy fele. Nem mondom, hogy fele. 2 harmad, mint Tatabánya. Át Sabac 1 harmad. Hanem 1/4.
Egy negyed. Inkább egy negyed legyen, mint Tatabánya például. Vagy most Fradi, vagy mit tudom én. Egy negyed. De ez a lehetőség a fiatal játékosoknak. Van a csapaton belül olyan 2-3 fiatal játékosok, akik jó játékosok lesznek. Jó. Ez most úgy érzed, hogy mert ugye a szerb kézilabdának a mondjuk így a Jugoszlávia után volt azért egy jó periódusa még, és akkor utána volt egy elég nagy visszaesés, és úgy éreztük, hogy mintha kezdenének kifogyni a tehetségekből is a szerbek, mert onnan azért hozzászoktunk, hogy mindig jönnek az új, meg az új jó játékosok, de akkor ezek szerint most újra talán a képzés is beindult, hát, és jönnek az új tehetségek? Ez nem ez a kérdés, a képzés. Ez a kérdés, hogy a utánpótlás, meg hogy tudsz egyáltalán szervezni? Mert nincs pénz. Nálunk van, háló Isten, nálunk van. De van, ez ritka. Ez pár csoport, hogy utánpótlás megy normálisan, hogy van edzők, aki... Tudod mit, én is adtam egy interjú itt, ez a Balkan Handball, internet oldal, Balkan Handball, ami egész Európa, kézilabda Európa beszél, és akkor mondtam, hogy nincsen motiváció egy edzőnök, aki dolgozik reggeltől esteig, és akkor megy plusz képzelni a játékos, amikor kap 100 euró, vagy 30-40-50 ezer forint, ha egyáltalán kap. Minek? Nincsen olyan bázis, nincsen olyan, hogy a Vojvodinak van, Sabacon van, van még pár csoport, de tényleg ez a sport a Szerbiában, ez a nagyon érdekes téma. Most nagyon nyomnak a kosárlabdát, Partizan meg a Zvezda, ez iszonyatos nagy mennyiség pénz oda megy, de Partizan most a top 8-ból is lesz. Minden Európa Liga meccs 19 vagy 20 ezer ember vonat. Ez most a kosárlabda most number one. Meg a foci, Zvezda, meg a Partizán. Na jó, mondjuk nagyon komoly hagyományai is vannak, szóval azért ez a nem a Partizán Zvezda párharc az évtizedes múltra. De őszintén megmondom, most ez a Partizán, amit megcsináltak, átlagos, ott a nagy csarnokban 19 ezer ember átlagos, és a hangulat ez hihetetlen. Nem semmi. Ez hihetetlen. Na jó, térjük vissza a kézilabdához, meg akkor beszéljünk az itthoni dolgainkról. Mennyire követed figyelemmel a magyar történéseket? Amennyire tudok követni. Minden meccs után mindig érdekes, minden szombaton, mikor játszunk, vagy vasárnap, leülök a kocsiba, és hozzamegyek. Töltöm egy-kettő nap Szegeden, és akkor visszajövök. Nem nagy távolság, 200 kilométer. 200 kilométer, és akkor követem, nézem. Most megnéztem tegnap a döntő, ezt megnéztem. Szombaton és a bronz meccset is, mert akkor menjünk sorba, nem mert tudtam. A két egykori csapatod játszott, ugye? Igen, de bronz meccs nem tudtam megnézni, mert pont videózás meg edzésem volt, úgyhogy pont visszajöttem a döntő meccs. Akkor gondolom azért meglepődtél, mikor hallottad, hogy a Dabas megverte a Tatabányát. Hát meglepődtem. Szerintem mindenki meglepődtem. De azért. Mindenki meglepő, de ezt kell mondanom, amióta Topics megsérült, visszaesett a Tatabánya nagyon. Úgy néz ki, hogy a Topics volt olyan nagyon fontos láncszem, külön a védekezésben, de szerintem a támadásban is. Ő volt nagyon fontos játékos ott. Meg most nem tudom, Perics játszott, vagy nem játszott, nem tudom. Nem, hát, nem. Ő is fontos, de Uborjak. Igen. De olvastam, hogy visszaesett a formában, nagyon visszaesett a formában, pedig én szerintem ez kis ügyes játékos. Most miért ilyen, miért olyan, nem tudom, nem szoktam beszélgetni senkivel, de gondolom a Topics nagyon fontos, de tudod, nem szabad minden ráépíteni egy játékosokra. És hogy éled meg a szegedi történéseket? Hát... Tudod, hogy hányszor igazat mondtam, és nem jártam jól.
Nem tudok diplomata lenni, és akkor nagyon rosszul jártam párszor, mikor szívből és őszintén nyilatkoztam. De nem tudom, emlékszem, amikor 2019 válogatott voltam, és utána volt ez a digi interjú, amiből lett egy botrány, meg a, hogy meri ilyen nyilatkozni, meg ezt mondani, meg ilyen, és akkor ezt mondtak, hogy nagyon lassúk vagyunk. Hogy kézilabda világ mellettünk szalad. Nekem Szeged úgy tűnik kicsit, hogy kicsit lassúk. Nem tudnak versenyi ez a Veszprémi, ez az atletak. Én gondolom a kézilabda olyan irányba megy, hogy nagyon felgyorsult, és nem fontos, hogy minden csoportban legyen 10 játékos 2 méter fölött, robonyékosság, gyorsosak, lábmunka, meg a fej. Én szerintem ez mai kézilabda ez. Szegednek van, nekem Szeged lassú tűnik. És ha minden ráépítettek ezt a kapcsolat irányító pél. De látjuk, hogy a Bombács most kicsit ki van facsarva, nem tud előny szerezni, és nincs ebből helyzetek. Ezt mondtak mindenki, miért nem játszanak szélső fele, így van, szélső. Hát szélső nem lehet csak így bedobni a labda, és tessék, nem, előny kell szerezni. De úgy érzem, hogy a szegedi játékosnak láb munka nem olyan hatékony, mint a Veszprémieknek. Ott a Veszprémiek olyan Eldera, Lauge, meg Remili, meg Mahé, meg Zoran Ilić is, Patrik Ligetvar is, nagyon jó lábmunkájuk van, nagyon jó sebesség, és akkor sebesség a... Nekem a sebesség a különbség két csoport között, legalább nekem, nem tudom. A BL szoktad nézni, gondolom, a meccseket azért. Szoktam. Remélem nálunk nézed, nem a Szert TV-n. Hát van itt az olyan csomag, aréna csomag, és így szoktam nézni a BL meccseket. Amikor, mert a BL meccsek szerdán csütörtök van, és én itt vagyok. Aha. Nem tudok. De nem is ezt akartam, csak hogy ha úgy végig gondolod a csapatokat, akik játszanak a BL-ben, szerinted most melyik az együttes, amelyik a talán mondhatjuk ezt a legmodernebb, vagy a számodra a legszebb kézilabdát, vagy legjobb kézilabdát játszik? Hát most én szeretném nézni, ez a például Gudme. Gudme szeretem nézni, Barcelonát szeretem nézni, Veszprém szeretem nézni, mert ez a színen csücskem, Nant se volt rossz, csodálkozom, szerintem ekkora hibát követettek, hogy kiestek a bloktól, mert pedig kézbe volt a meccsen. Úgyhogy nekem ez, ami szeretem, futás, látványos, egy-egy jelen, indítások, lerohanások, ezt szeretem nézni. Ez szerintem ez az embernek, ez a átlagos embernek ez jó. De most jön a taktika, ez a spanyolok lassítanak a játékot, 2-2 ellen, ilyen. Néha ők is nyernek, de egyébként én ezt szeretem nézni, ezt a látvány. Sok lövések kapu felé, jó kapus védések, sebesség. Én ezt szeretem. És a csapatoddal ezt szeretnéd megvalósítani, vagy? Mert ugye az a probléma mindig, hogy látjuk, hogy ez a jó kézilabda, csak mikor az ember végignéz a saját csapatán adott esetben, akkor azt mondja, hogy hú, ezekkel hát elkezdünk rohadni, akkor kikapunk mindenkitől. Hát ez így van, Attila. Attól függ, hogy milyen játékosok vannak kezedben. Mi igyekezünk. Már majdnem minden meccs lövünk. Nem most, nem statisztikailag nem tudok mondani pontosan, több mint a 80% meccsen lőttök, több mint a 30 gólt, vagy 35. De sokat is kaptuk, de ebből ez a normális, amikor sok több támadás van meg. De próbálok a védekezésből indulni, ennyi. Jó, picit térjünk vissza az itthoni dolgokhoz. Ugye azt most már hosszú hónapok óta lehet tudni, hogy Pásztorral nem hosszabbít szerződést a Szeged, és most már nagyon sok mindenkinek a neve fölmerült, mint lehetséges edző.
tiédet speciál nem hallottuk. Nem volt semmilyen megkeresés, tapogatózás, semmi? Semmi. Ők tudnak. Én semmi, senkivel nem vagyok kapcsolatban. De szívesen jönnél haza egyébként, hogyha itthonról kapnál ajánlatot? Persze, ki nem akar itthon családom mellett, hogy ott van a családom, ott a házam, ott a két fiam, ott a feleségem, ki ne szeretne saját bágyba aludni, nem? Úgyhogy, de ez van, ők tudnak. Ez az ő döntéseik, de én nem tudom, én nem vagyok a szegedi vezetőség. Egyébként más országba is elmenni, mert én hallottam a nevedet felmerülni például Portugáliába, hogy ez is benne van a pakliban? Én csak hát tudok vinni a családomat. Én nagyon ragaszkodok a családomhoz, és nekem a családom a mindent. Én nem vagyok olyan edző, aki áldozó a családot a munka miatt. Nem akarok, bármennyi pénzünk szüksége van, meg milyen, de kenyerünk mindig lesz, és nem szeretem messze kerülni a családomtól. Érdekes volt egy hívás, nem régen Koksárov hívott, hogy ő átveszi a Meskó Brest, és ő most az edző, de valószínűleg ő szeret a sportigazgató lenni, hogy van kedvem menni oda, mondtam. Hát, nem mondtam semmi, de. Brest nem az álmaid, ne további ezt egyébként. Ez nem. Meg tudom persze, érteni. Persze, hogy álmom, hogy minden hamarabb visszakerülök Magyarországon. Érdekes, én is olyan érzés. Én itt születtem. Itt nőttem fel. De most már lesz a meccs, és meccs után alig várom, hogy leülök a kocsi, és megyek hozzá. De visszafele, amikor jövök ide, kicsit olyan furcsa érzés. Teljesen megszoktam a Magyarországon, és Szegedet, meg ott jól érzem magam, ott a családom, ott nagyon jól érzem magam, ott a otthon. Tulajdonképpen, csak hogy visszatérjünk egy picit a szakmához, amit az előbb említettél, ugye mi Attilával erről beszélgetünk már, mert most már nem is csak mi, hanem szinte mindenki itt az elmúlt hónapokban, években, hogy tényleg szemben látható, hogy mennyire iszonyatosan felgyorsult a játék, és hogy nekünk magyaroknak azért itt van restanciánk, lemaradásunk bőven, hogy te már megfejtetted egyébként, hogy miért vesztettük el egy kicsit a fonalat is, hogy lehetne utolérni mondjuk a skandináv északi stílust. Ugye tegnap is Bundesliga rangadót közvetítettünk, és tényleg arra lettünk figyelmesek, hogy szinte csak az északi játékosok dominálnak, skandinávok, hollandok, eszméletlen tempót mennek, hogy lehetne őket utolérni? Hát figyelj, először szeretném mondani, ha mostani válogatott állomány kezdte rohani, ez nem lenne jó. Mert minden ezt nem tudom. Nem olyan játékosok. És akkor úgy gondolom, hogy ameddig van ilyen játékos állomány, ez a stílus kell erőtetni, amit Csema is most végig játszott, szélső befutás, és akkor beállottól irányítom minden kettő, sebből kell főzni. Volt egy nagyon jó Miklerünk Island ellen, és bejött a selejtező. De látom, mindenkinek volt ilyen keserű szájú íze, mert nem jót kezilabda játszottunk. De most a mostani játék állomány szerintem ezt tudja. Nem lehet őket nagyon sokat felgyős. De amit látom most, például Máté Dominik, Fazekas Gergő, akkor Hánusz, Jukasz Adam fog valószínűleg visszakerülni. Jön ez a generáció, aki 96-asok, meg a fiatalok, aki másodikak voltak Európa bajnokok szerintem, nem? Ha jól emlékszem. Igen. Jönnek most ők, és ez az a másik játékos, a másik izom, hogy mondom magyarul, másik főlepelős fizikailag. És szerintem ez már csoport tud, Miki Rosta, már jobban tudnak.
ezt a irányt követni. Ha okornok, ha ez az irányba megyünk. Ha ez a spanyol, ezt mondta spanyol. Spanyolok között is van különbség. Barcelona és spanyol edző is futnak. De tudod, mi a legviccesebb, hogy a spanyol válogatott az egyáltalán nem játszik spanyol kézilabdát. Hát ezt mondom. A válogatottjuk. Ezt mondtak spanyol iskola. Ez a spanyol iskola belül van millió stílus. Van, aki van ez a pásztor stílusa, ő alapított ez a stílusot, ami nagyon tisztelem, nagyon szeretem, és szerintem ez jó edző, csak kicsit öntörvény, nem akar kicsit elfogadni ezt az új trendek. És ő bízik a saját rendszerbe, és ezt erőtetik. Hogy ez jó, vagy nem jó, ezt eredmények fognak mutatni. De például Ortega-nak a kezilabda, vagy a Xavi Pascual, vagy ő futnak folyamatosan. Úgyhogy nem lehet mondani spanyol iskola. Vagy Parondo a Melsungennel, meg az egyiptomi válogatottal, azért látjuk. Hát látom, hogy a Melsungen is szenved nagyon. Igen, hol is az vannak azért jó meccseire. Megmondom őszinte, ez a serdekes, látod, a Vranyas is volt egyszer a... Edzőnök kell sok szerencsés. Az biztos. Egy pillanat, hopp, kihasználsz, és ebből tudsz élni következő 20-30 évet. De egyébként Melsungen is iszonyatos nagy, erős keret van. Minden év befektetnek több meg több, és nem tudnak semmi, ott vannak a közepén. Most jó edző, nem jó edző? Ez most a relatív kérdés. Meglátjuk. Na, Matke, örülünk, hogy egészséges vagy, meg hogy köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és a szerencse is jön hamarosan, úgyhogy mi is reméljük, hogy viszont látunk itthon. Jó. Örülök, nem csak látogatóba jársz majd. Jó. Örülök, hogy látom titeket. Attila hiányzik, meg hiányzik a foci is. Tatabányai foci. Jó idő volt, nem Ati? Igen, jó volt, ez is hiányzik, minden. Szeretem titeket, nálad szeretem Andrés a stúdióba járni, okoskodni. Okoskodni szeretném, de nektek is minden jó, és sok sikert tovább. Köszönjük szépen, és tényleg várjuk. Sziasztok! Szeretettel. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.